Többféle elemzés látott napvilágot a vírusjárvány idején arról, milyen gyorsan lábbal majd ki a gazdasági válságból Európa és ezzel együtt Magyarország. Létezett egy gyors V-alakú és egy kicsit lassabb U-alakú kilábalási folyamatot prognosztizáló elképzelés. Fischer Sándor a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, mindkét koncepció idealizált volt. A helyzet ma már egészen más képet mutat. Ez sem V szerintem, inkább L alak lesz most már a legtöbb elemző szerint, ami azt jelenti, hogy lementünk egy alacsony szintre, és sajnálatos módon ebben az évben ezen az alacsony szinten fogunk maradni. Ma nincs, amit mondtam, olyan elemző, vagy aki azt mondja, hogy itt pozitív számok lesznek ebben az évben. A legrosszabb az 5-7%, illetve van egy, most már az Magyar Nemzeti Bank által kibocsájtott elemzés, mi szerint 0,3 csökkenés, és ez a legpozitívabb. Gyakorlatilag, ha megnéztük, az április és a május ereje az nagyon visszavetette a gazdaságot. A legújabb számítások is ezt igazolják, hiszen kétfajta vélemény volt, illetve többfajta, hogy a GDP egyrésztről csökkenni fog, vagy másrésztről növekedni fog. A mostani számítások szerint gyakorlatilag egy olyan 3-5% közötti csökkenés várható. Ez most már mindegyik elemző, illetve illetékes szerv gyakorlatilag ma elfogadja, hogy növekedés ebben az évben nem lesz, csökkenés várható. Természetesen ez vonatkozik Tolna megyére is, mert mi is ugye ezen a területen dolgozunk. A gazdaságot ezt érinteni fogja. Ahol elsősorban volt gondok, ez a vendéglátás turizmus, mert szinte az teljesen leállt. Az étvétőiparban is egyfajta csökkenés volt, és ez sajnos még várható egy ideig. És hát sajnos a szolgáltatás, illetve az ipari termelésben is voltak gondok. Itt elsősorban alkatrészellátás, megrendelések hiánya, tehát ezek komoly gondokat okoztak. Mi abban reménykedünk természetesen, hogy változni fog, és az utolsó negyed évben egyfajta növekedés lesz, de ez biztos nem tudja pótolni az egész évi kiesést. Elsősorban, amit mi látunk, hogy megúszta, az a élelmiszerkereskedelem és az élelmiszer előállítás, ebből természetesen ez is következik. Ezen a területen nem volt akkora visszaesés. Ami nagyon, és megyénkben ugye a mi vendéglátásunk, turizmusunk nagyon visszaesett, most kezd talán valahogy lassan-lassan magához térni, és hát amit látunk még, hogy a szolgáltatás területén is komoly gondok vannak. A testület Tolna megyei elnökségének ülésén szó esett arról a tervről is, mely a vállalkozások tanulóképzését érinti. Olyan jogszabály életbe lépése várható, mondja a testület elnöke, mely komoly feszültséget okoz majd a gyakorlati képzéseket végző vállalkozások életében. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy vállalkozó összesen 12 hallgatót taníthat, gyakorlati részről van itt szó. Ez nagyon nagy gondot fog okozni, mert több mint 100 tanulónak, gyereknek nem lesz helye, hogy gyakorlatot tanuljon. Ebben léptünk, de sajnos egyelőre falakba ütköztünk. Megpróbáltunk helyi szinten is felvenni a kapcsolatokat a szakképzéssel foglalkozókkal. Nem tudtak segíteni, fölvettük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával is, hogy továbbítsa a gondunkat. Egyelőre itt is falban ütköztünk. A vállalkozók tegnap nagyon mélyen föl voltak háborodva, hiszen ez nem csak a vállalkozónak okoz gondot, okoz a gyereknek is, a szülőknek is, és hát hosszabb távon az egész gazdaságnak komoly gondot fog okozni. Fischer Sándor azt mondja, minden lehetséges fórumon tiltakozni fognak a bevezetés ellen, mert ezzel a szakképzés egésze és ezzel együtt a gazdaság is hátrányt fog szenvedni.